Jó reggelt kívánok! Előre is! Szolgáltató 33-as, szolgáltató 24-ének óráján. Első szerint Preszter Csaba 2-es. Értek, hogy ennyire 2-es. Értek, hogy ennyire 3-as. Ruhás, ugye mint a tűzoltó is, iszik lumpon. Ez benn van az emberek köztudatában, hogy ezek, akik egyenruhában vannak, az csak ilyen emberek. Édes szájú, süti. Süti az igen. De az ivászat az nem egyáltalán. Nem lehet, hogy a régiek úgy voltak, régi annó, úgy mondom, mondjuk 20 évvel ezelőtt. De amikor 6 évvel ezelőtt én ide jöttem, akkor se volt divat. Ez. Nem is nézték jó szemmel. Sokan úgy képzelik, hogy ugye a tűzoltó bejön ide, azt nem csinál semmit. Köztudatban. Igen, hogy nem csinálunk semmit, azért ez nem teljesen így van. Nem, hogy nem teljesen, ez tényleg nem így van. Mert az, hogy most oké, és most ilyen testegetések, meg karbantartani, szóval minden napra van valami, amely ugye megindul a kiképzés, akkor meg ugye elméleti oktatások, szerelési gyakorlatok. Kapuszszolgálat. Ez minden, szóval azért ez nem úgy van, hogy te bejössz és akkor elfekszel. Fél ötig ugyanolyan munkaidő van. Igen. Na most meg egy másik dolog, hogy szóval 10 órától lehet igazság szerint lefeküdni. Itt azért nem úgy van, hogy te fogod és egész nap fülhevelészünk. Azért megvan a napi kiképzési programok, amiket azért be kell tartani. Ez ugye a napi munka. Ugye a tűzoltóság is úgy próbál megoldani, mert ugye a költségvetés az olyan, amilyen, hogy ugye amikor az ember felszerel, akkor megkérdik, hogyha mihez ért. És ugye ezt a szakirányi képzettségét, ezt azért kihasználják. De azt se kell elfelejteni, amikor bejövünk, és van olyan napunk, amikor mondjuk napközben nincsen semmi. És akkor éjjel egész éjjel néz. Vagy sokszor volt olyan, hogy bejöttünk reggel 6-kor, reggel nyári időszakban, és másnap reggel 6-ig kim vagy. De az folyamatosan. Nincs az, hogy pihensz, vagy megállsz, vagy nem. Volt, amikor úgy vettünk kaját, hogy az egyik riasztástól mentünk. És akkor megálltól vettük egy kiló kenyeret, azt eltérdeztük, azt megettük a kocsóba, kell venni a következő. Szóval mese nem volt. És azért most oké, és a szabad idő, de mikor innen hazamegyünk, az így nem úgy alszol, mint otthon. Szóval itt azért mondjuk hiába alszol, fekszel le, alszok ki a 8 órát, azt mondod. De mégsem úgy alszol, mint otthon mondjuk. Én 3 óra hosszalat többet kijenek otthon, mint itt mondjuk, amikor lefekszem, hogy ha 8 órát tudok feküdni. Mert azért az emberben benn van ilyen félálomba vagy, és benn van az a tudat, hogy bármikor menned kell. Hát ugye fel kell ébrened a hangosra, a lámpára, ha ne adj Istenem, meg a vagyadból bemaradott, hogy melyik autón vagy. Pontosan. Azért ha ezek nem mondják, mindegy. Hogy... Meg amiket kell csinálnunk, hogy ki az, aki megcsinálná. Mert azért... Most nem azt mondom, hogyha nem tudnák, mert ez nem úgy értem. Hát ezért sokszor nekik is nyelni kell, meg menni kell, szóval ez itt mese nincs. Ott kint, ott majdnem sírtunk, az komolyan mindenki úgy volt vele, hogy ott majdnem sírtunk. Ez egy mentős, most az sok éve tettem. Igen, nem sikerült. Hát ez mennyi 2 éves volt? Nem, a 2 éves. Azután rátették a hordányra, le volt csukva a kis szem, azt így össze volt kulcsok, azt ott járkáltunk el mellette. Utána meg a másik, akit meg raktunk bele, az meg, annak is valami nem tudom, hogy hánykott össze-vissza szegény. Az is meghalt, igen. Hú, akkor majdnem, akkor én is. Amit beszélgettünk is, akkor mindenkit megviselt. A felnőttel úgy van az ember, hogy tudja, hogy mit csinál. A felnőttel tisztában van a dolgokkal, de egy gyerek, főleg egy 2 éves gyerek, nem is ilyet szerencsétlen. Meg ugye itt majdnem mindenkinek ugye, itt azért elég fiatal az állomány, ugye kisebb gyerekek vannak. De az embert azért ez nagyon megviseli. Álló tűzoltóság ügyelet fejére. Nem tudom, hogy jó helyen telefonálnak-e, vagy tudnak-e önök segíteni. Az egyik beszegúr elszorult a fürdőházba, az ajtó pedig le van zárva. Értem, és hol van ez? Ez a Szeleden Béla út. Azt mondja, Fehérvár? Igen. Azt mondja, Székesfehérvár. Te is egy idős személy beszorult. Egy idős személy beszorult, igen. Én a nénik vagyok, nem ismerem, most vagyok itt először, tehát azt tudom, hogy nehezen mozog, mert hogy elég közér, és hogy most ott ül a fürdőházban. Figyelem, figyelem! Riasztás következik Székesfehérvár, Kelemen Béla 2.
kettő egy idős hölgy lakásba szorult. Általában akik izgatottak, azok a hölgyek. Ők szoktak általában kiabálni a telefonba, hogy teszem fel, ég egy ház, olyankor általában megvárok, várok egy pár másodpercet, még elkezd kiabálni, hogyha közbeszólok, úgyse fogja abba hagyni. És akkor megvárom még egy pár másodpercig mondja, és akkor ha vagy erélyesebben, ha másképp nem megy, akkor rászólok a telefonba, hogy most hagyja abba, és utána elkérdezgetem azt, amit én akarok. Mert az, hogy ő elkezd kiabálni a telefonba, abban úgyse fog semmit se elérni, mert nem érek el vele semmit. A férfiak általában higgadtak. Volt már itt olyan, hogy aki balesetezett, azt telefonált neki tudott szállni az autóból. Olyan is előfordult, vagy pedig égett a háza, és akkor tulajdonos telefonát. Persze ez olyan dolog, hogy általában mindig attól szoktuk kapni a bejelentést az ilyen nagyobb káreseteknél, aki a károsult egyedül, az olyan balesetnél nem, ahol benszól a személyben szólott. Van állatmentés, éppen tegnap volt egy káreset Fülén, leesett az egyik gólya madár a fészekből, és őt kellett visszarakni, úgyhogy persze előfordul az ilyen, vagy pedig a macska beszúl egy szűk csőbe, vagy éppen a fönnmarad a fán. Most mindenféle, megint
megint nagyon furcsán fog hangzani, mindenféle állatmentésre mi sem szoktunk kimenni. Most az, hogy valakinek elrepül a madara, az éppen pönt van a nyárfán, és akkor azt, hogy menjünk ki, szedjük le, persze, hogy nem menjünk ki leszedni, mert értelme nincsen neki, mire kimegyünk, úgyis elszállni, ha nem, akkor meg akkor fog elszállni, amikor éppen oda települünk a kocsára. De először fog fordulni, persze ugyanúgy. Hát ez egy egészen nyugodt nap volt eddig, azon az egy vonuláson kívül más olyan komoly feladat nem volt. Mondhatni, hogy ez a könnyű napok közé tartozik. Most a nyári szünet van a kiképzésben is, illetve az alapképzésben. Egyébként a többi napok azért nem így zajlanak, ez most ilyen. Hát a hőség miatt éppen ránk is fért ez a kis lazább szolgálat. Hát, hogy ennek ilyen bajom, mert reggelig még sok minden lehetséges. Nem egyszer volt, hogy megágyaztam, aztán este is reggel meg összeraktam úgy, hogy az ágyat nem kellett használni. Hát reméljük, hogy azért most nem így lesz. Én emlékszem időszakokra, amikor volt olyan, hogy napi 10-et vonult. Tehát ilyen nyári időszakban napi 10 átlag volt, tehát úgyhogy mindegyik csoportra kijutott. Most azért kevesebb. És ez érezhető, most már ilyen éves tendencia is, hogy éves vonulási szám egy kicsikét csökkenőben van. És hát inkább áttevődik a tűzesetekről a kárelhárításra, balesetek, egyéb ilyen időjárás, viharok, vakidőlések, ágveszakadások, ilyen esetek. De hát azért persze van tűz is. 10 órakor lesz majd pihenő.
hát ha lesz, mert mindig benne van. 10 órától reggel 5 óráig van pihenő, hogyha nem jön közben valami a riasztását, az ugyanaz éjszaka is 2 percen belül el kell hagyni a szertárat. Tehát nincs lazítás éjszaka. Se és hát azért az ember itt bennem azért nem úgy alszik. Tehát úgy fekszik, ha sikerül is az alvás, azért úgy fekszik fel, hogy melyik pillanatban kell kiugrani. Tehát van egy ilyen érezni lehet, hogy... De hát, ha szerencsék lesz, akkor alszunk is, hogy lesz. Telken gaz avar égett, illetve a szomszédos telken pedig a kerítés mellett elhelyezett különböző faanyagok, főleg fűrészelt faanyag kapott lángra. Az oldás mellett azt is meg kellett néznünk, hogy esetleg személyisérülés történt-e nem-e. Előfordult már régebben olyan eset, hogy a tűzeset kapcsán akár az okozó vagy vétlen személy is égési sérülést szenvedett. Így a környéken fel kellett deríteni azt is, hogy esetleg van olyan személy, akit ilyen jellegű sérülés érhetett. Itt szerencsére nem történt ilyen, nincs ilyen, illetve arról is meg kell győződnünk, hogy a hétvégi házak nincsenek-e feltörve. Itt szerencsére a hétvégi házak is érintetlenek. Ilyen jellegű rongálás nem történt. Autó kész.